Kump Noémi Tolna megye első U23-as kajakvilágbajnoka. A paksi sportoló a romániai Pitestiben a legértékesebb versenyszámban kajak egyesben 500 méteren legyőzte a világ legjobbjait. Jól sikerült a rajtom is, úgy érzem. Az elején elhúzott egy kicsit a lengyel lány, de szerencsére nem nagyon ijedtem meg, és nem kapkodtam el a táv közepét, és éreztem azt, hogy 250-nél már jövök fel rá, és 200-nál indítottam, és akkor már látható is volt a sebességbeli különbség, és onnantól meg már próbáltam növelni, meg hát kitartani az erőmmel a végére. Háromnegyed hajóosztal nyerte a király kategóriát Pup Noémi, és ezt megelőző napon 1000 méteren csak 300-addal maradt le a végső győztes német lánytól, aki egyébként csak erre a versenyszámra készült. Én meg ugye főként az 500-ra készültem. Én elégedett vagyok azzal is. Utána így hamar elengedtem, hogy második lettem, meg 33 ezeren, most már kicsit bosszant. Ugye, ha belegondolok, hogy két erősebb húzást találok valahol, akkor az meg is lehetett volna, de csalódottság nincs bennem. Pup Noémi egyébként egyike a világhírű magyar kajakkenuban a Kozák Danuta után eljövő korszak legnagyobb ígéreteinek.